Hótakarítással kezdődött a szombati nap a Makói járási hivatalban. November óta ugyanis minden hónap egyik szombatján 8-tól délig tartó nyitvatartással kedveznek azoknak az ügyfeleknek, akiknek az okmányirodában van elintézni valójuk. Egyelőre még csak ez az iroda tart nyitva szombatonként, de tervben van más osztály nyitása is. 2013. november óta, akkor volt az első alkalom, akkor 28 ügyfelünk volt, aztán decemberben is, és most harmadik alkalommal januárban is tartunk egy szombaton ügyfélfogadást. Ilyen pillanatban az okmányirodát érinti, de tervezem azt, hogy későbbiekben ez a hatósági osztályt is érinteni fogja. Várhatóan jövő hónapban már a hatósági osztály is fog majd ugyanígy egyszerre nyilván az okmányirodával szombaton ügyfélfogadást tartani. Személyigazolvány, jogosítvány, útlevél intézése már nem akadály azoknak sem, akik hétköznap nem érnek rá ügyet intézni. Ezzel a rugalmas nyitvatartással az elfoglalt dolgozó ügyfeleknek kedvez a Makói járási hivatal. A visszajelzések szerint szükség volt a változtatásra. Elsősorban azoknak szeretnénk segíteni, akik dolgoznak, és hétközben nem tudják ügyes-bajos dolgaikat intézni, akár csak egy dokumentumot vagy egy igazolványt kell kiváltaniuk, azt hétköznap nem tudják, mert dolgoznak, azért, hogy ne kelljen szabadnapot kivenniük, ezért szerettük volna segíteni őket abban, hogy szombaton is tudjanak ügyet intézni. Eddig pozitívak voltak a visszajelzések, leginkább a ügyfélforgalomból látjuk, bár most még nem olyan óriási 28, illetve 30 fő volt előző két alkalommal, de most már a nyitáskor volt, tehát már most is két ügyfél itt megfordult, tehát azt gondolom, hogy ma még többen lesznek. Ott jártunkkor Maros Leléről is érkeztek ügyfelek, akik különösen örültek a szombati nyitvatartásnak. Személyigazolványt jöttem csináltatni, mivel kórházban megyek február 13-án is, és március 10-én is, és így a kedves ügyintéző hölgyel megbeszéltük telefonon, hogy ma bejövök, és el fogja nekem intézni, segít megoldani, és segített is, és köszönöm. Itt nem a kényelemről, itt a betegségről van szó. Hogy sokáig állni ülni nem tudok, hogy agyinfarktusom volt. Örültünk neki a férjemmel, hogy így meg tudtuk oldani a szombati napot is. A járási hivatal minden hónap harmadik szombatján tervezi a nyitvatartást, melyről a jövőben a helyi médiumokban értesíti a makújakat.